Sziasztok! Ez az érettségi.com. A mai videóban a novella elemzésről lesz szó, vágjunk is bele! Sokak számára okoz nehézséget, hogy hogyan is kezdjenek bele egy novella elemzésébe. Szerencsére néhány szempont alapján könnyedén összeállíthatod a lehető legjobb stratégiát a novellák elemzéséhez. Amennyiben van lehetőséged, készíts egy rövid jegyzetet magadnak, mielőtt belekezdesz a novella elemzés megírásába, hiszen ezáltal nem fog kimaradni semmi, és nem kell utólag javítgatnod vagy pótolnod a hiányosságokat. A novella elolvasása előtt érdemes lehet leírnod a jegyzetbe, hogy mit gondolsz a mű címéről, vajon mi fog történni, mik az elvárásaid a cím elolvasása után, és kiderül-e bármi a karakterekről a cím alapján. A novella elolvasása után érdemes lehet végig gondolni a műfaji jellemzőket, tehát hogy a novella többnyire rövid, tömör, prózai mű. A cselekmény általában rövid, kevés szereplővel és helyszínnel találkozunk, és egy viszonylag rövid idő alatt játszódik. Többnyire egy váratlan csattanóval fejeződik be a történet. Ezután érdemes rövid pontokba összeszedni, hogy miről is szól a novella, milyen üzenetet szeretne közvetíteni az olvasó számára. Összeírhatod azokat a szereplőket, akikről több mindent megtudunk, és fontos karakterek a történetet illetően. Írhatsz rövid jegyzetet a helyszínről, az időről, az elbeszélőről, az esetleges ismétlődő motívumokról, a szimbólumokról, a számokról, és a többi. A mű stílusát is érdemes átgondolni az ötletelés során, akár csak a novella szerkezetéről, és külön a befejezésről is érdemes szót ejteni. Miután készítettél egy jegyzetet, vagy fejben összegyűjtötted a fontosabb információkat, el is kezdheted az elemzést. Hogyan? A legfontosabb, hogy legyen egy személyes bevezető mondatod. Ez szólhat arról, hogy az adott novella milyen érzéseket keltett benned, hogyan tudod összekapcsolni a saját életeddel, vagy éppen miért áll tőled nagyon távol. Ezután a bevezetést kezdheted egy felvezetéssel, ahol leírod, hogy melyik szerzőtől melyik novellát fogod elemezni. A bevezető mondatban érdemes lehet maximum három fontosabb csomópontot megjelölnöd, például karakterek, szerkezet és befejezés. Ezzel saját magadnak is kijelölöd azokat a fő mozzanatokat, amelyekről írni szeretnél, illetve az elemzésed olvasója is tisztában lesz azzal, hogy milyen logika szerint fogod felépíteni az esszéd. A bevezetés után érdemes szót ejtened a novella műfajáról, megindokolhatod, hogy mivel az adott mű rövid, tömör, kevés szereplőt mozgat meg, néhány helyszínen játszódik, egy rövid cselekményt ismerünk meg, és csattanóval zárul, ezért bekategorizálható a novella műfajába. Természetesen, ha néhol eltérést tapasztalsz, arról is érdemes írni. Ezután írhatsz arról, hogy a mű elolvasása előtt a cím alapján milyen érzéseid voltak, és mire utalt a cím, ez mennyire tért el a valóságtól, vagy éppen mennyire váltotta be az előérzeteidet. Majd rátérhetsz a három fő pontra, amit bővebben kifejtesz. A karaktereket érdemes olyan sorrendben elemezni, amennyire fontos szerepet játszanak a történetben. Szóval először érdemes a főszereplő tetteid, külső és belső tulajdonságait végigvenni. A szerkezet során érdemes beszélni a bevezetésről, tárgyalásról és befejezésről. Itt leírhatod, hogy mik derülnek ki az adott részekből, milyen hangulatot árasztanak magukból, melyek azok a szavak, amelyek az adott érzésre utalnak. Hogyan ismerjük meg a szereplőket, lineárisan halad-e a történetmondás, milyen időségokat használ a szerző, milyen helyszínen játszódik a történet, hogyan járul hozzá az elbeszélő a történet megismeréséhez és a többi. A lényeg, hogy minél több részletre tér ki. Végül a harmadik pontban írhatsz a történet végéről, illetve a csattanóról. Mennyire volt váratlan, vagy épp mennyire volt kikövetkeztethető, és melyek voltak azok a szavak, kifejezések, amelyekről már sejthető volt a történet vége. Az esszéd befejezéseként leírhatod a saját véleményed. Azonban érdemes itt is egy kicsit bővebben kifejteni a véleményed, és nem csak egy nekem nagyon tetszett ez a novella mondattal letudni mindezt. Gondold végig, hogy mi fogott meg igazán a novellában, mely mozzanatok keltették fel az érdeklődésed, vagy éppen mi hatott taszítóan. A novella elemzés végső mozzanata a lezárás, amelyben egy általánosabb módon fejtheted ki a véleményed. Például a novella megállja, vagy éppen nem állja meg a helyét a mai világban, hiszen. És kész is a novella elemzésünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok a like gombra és kövessétek csatornánkat, hogy ne maradjatok le az érdekesebbnél érdekesebb tartalmakról. Továbbá látogassatok el az érettségi.com oldalra, ahol számos kidolgozott érettségi tétel közül választhattok a sikeres felkészülés érdekében. Sziasztok!